Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A mérkőzés lefújása után egyik csapat sem örült az 1-1-es döntetlennek, a tavasz második nagy rangadója, a Tolna-Bonyhád mérkőzés után. A 3 pont lett volna az igazi mindkét csapat számára ahhoz, hogy némi előnyt szerezzenek a bajnoki címért zajló, immár 4 szereplőssé vált versenyfutásban. A tamási veresége Dombóváron persze mindkét csapatnak jól jött. Más volt ez a tavaszi második nagy megyei rangadó, mint egy héttel korábban a Bonyhád-Tamási találkozó, ahol túlbiztosították a csapatok a középpályát, és végig nagy birkózás zajlott a pályán a pozícióért, a labda birtoklásért. Itt nyerni akart mind a két csapat, a kékmezes hazai Tolna, a piros szerelésben játszó Bonyhád úgy szintén. A támadó felfogású, kockázatot vállaló focinak legfőbb nyertese a közönség volt. Mert hogy a végig lüktető irányú mérkőzésnek, ugyanis a 90 perc elteltével sem volt nyertese, egy-egy lett a vége. A döntetlentől persze senki sem volt boldog, főleg azok után, hogy a lefújás pillanatában már is érkeztek a hírek Dombóváról, miszerint kikapott a némi pontelőnnyel bíró Tamási. A Tolna amiatt kesergett, hogy 1-0-ás vezetésüknél igaz már erős bonyhádi nyomás közepette, ilyen és ehhez hasonlatos helyzet maradt ki, mint amilyen Pál Achilles előtt adódott, amiért nem csak ő, hanem az 5 és feles előtti terület sáros, lucskos része is, ha úgy tetszik, felelős. A Bonyhád szépen játszott, főleg a második félidőben. Az elsőben nem éreztem a nagy fölényüket, a második volt meg, ott is azért a mi játékunk az érvényes, mert erre voltunk berendezkedve. Érdekes, amit Pesti Viktor, a Tolnában 80 percen át pályán lévő, az idős évjárathoz tartozó csatár mondott. Mert a rangadón valóban kirajzolódott a két élcsapat eltérő, de kintről jól látható stílusa. A letámadó, pressingelő, mélységi passzokat alkalmazó Tolna az első félidőben érvényesítette akaratát. A völgységi csapat több passzos, kombinatív, tervezett stílusa dominált a második játékrészben, ami meghozta az egyenlítő gólt a vendégek számára. De emellett még több helyzetet is kialakítottak Bild Héber kapuja előtt a bonyhádiak, ám Pap Roland, a korábbi gózsák ezúttal sem célzott pontosan gólhelyzetben döntő pillanatokban. Téli felkészülés elvégezte után tudtam azt, hogy a mérkőzéseket fogunk játszani, aminél egy-két gólon fog eldőlni a végső győzelmünk. Azt tudtam, hogy a védelmünk nagyjából jól áll a lábán, viszont ma ugyan nagyon nagy enyéni hibából kaptunk gólt, de azt gondolom, hogy nem tudom, még mindig a mérkőzés hatással alatt vagyok, mert megnyerhettük volna a végén. Ugyanakkor a Tolnának volt 1-0-nál nagy helyzete, ha azt berúgják, akkor nekik számukra dől el a mérkőzés. Nem tudom, a végén fog ez eldőlni, hogy mennyit ér ez az egy pont. Külön Roland bonyhádi edző lát javulást hétről hétre a csapat játékában, de még nem azt, amit szeretne. Ami őt és a bonyhádi szurkolókat minden bizonnyal örömmel tölti el, és ez fontos, a becserélt fiatalok változtatták meg a játék képét. Például egy 16 éves, a kis Kaufmann lőtte az egyenlítőt. Őket azért lehet ilyenkor berakni, ugyan még rutintalanok, de nagyon szeretnének bizonyítani. Tehát az az előnyünk ilyenkor, hogy ő meg akarja mutatni azt, hogy neki 16, 17, 18 évesen helye van a csapatban. És a mai mérkőzés után ezt bebizonyították, és abszolút ezen túl gyakrabban. Ettől egy fölényben bonyhád? Hát nyilván, hát is akarnak, mennek, küzdenek, elfutnak, megküzdenek minden labdáért. Tehát ez erről szól ezen a szinten. Kapaszkodjunk Köldő Roland azon mondatában ezen a szinten. Vagyis a megyei első osztály szintjén mind a két csapat ezúttal nem elmarasztalást, hanem dicséretet érdemel egyértelműen, azért, mert a játékokban helyenként már az NB3-as nívó is jelen volt. Titokban persze oda készülnek, de jól tudják Tamásiban és már Dombóváron is.
Újabb magyar ifista kerékpáros tehetség kap bemutatkozási lehetőséget egy nyugat-európai klubnál. A Szekszárdról induló 17 éves Mészáros Bencében egy holland amatőr csapat lát fantáziát. Ez az év mindenképpen vízválasztó lesz számára, hiszen a németalföldi klub már a leendő U19-es korosztályú csapatát építi, és feltehetően jó néhány jelöltet vesznek szemügyre. Ezek egyike az évet itthon kezdő, Szekszárdon élő országúti kerékpáros, aki szeretne ott lenni magyar színekben az idei nyári azerbajdzsáni európai ifjúsági játékokon is. Két már régebb óta nem csak utánpótlás neveléssel foglalkozó szekszárdi kerékpáros klub égisze alatt több-kevesebb rendszerességgel feltűnnek olyan országúti kerékpáros tehetségek, akik felkeltik a nyugat-európai klubok érdeklődését is. Néhány évvel ezelőtt a Schneiderék fémjelezte szekszárdi szabadidős kerékpáros esélytől Fábián Ábel vált érdekessé egy holland klub számára, most pedig a szekszárdi kerékpáros esélynél 3 évet eltöltő, pályafutását 5 évvel ezelőtt elkezdő Mészáros Bence kapott lehetőséget arra, hogy 2019-ben Hollandiában egy csapatnál bizonyítsa a kerékpársportra való rátermettségét. Idén U17-es vagyok a klubban, és ők az U19-eseket veszik a legkomolyabban. Ott szinte mindenki kontinentális csapatba kerül ki, és ez még ilyen úgymond tanulóév, és majd jövőre meg azután kell nagyon megnyomni. A 17 éves Mészáros Bence tudja, hogy óriási a felhajtás az országúti kerékpársportban nemzetközi szinten élen járó Hollandiában, és kíváncsian várja, miképpen tud helytállni, illetve beilleszkedni egy magasabb szinten, ahhoz, hogy 2020-ra is legyen ajánlata tőlük, vagy esetleg másoktól. Egy komoly szerződés aláírása eddig egyébként a magyar kerékpárosok közül csak keveseknek sikerült. Kevés, de bíztató nemzetközi tapasztalata azért már van a továbbra is Szekszárdon élő országúti bringásnak. Voltam nemzetközi versenyeken, ott első évesen voltam ilyen első 20 környékén. Idén szerintem erősödtem annyit, hogy akár 10 is lehet belőle. Hát a csapatommal megyek majd ki Belgiumba, Dániába, Hollandiában, utána meg esetleg, ha bekerülök a csapatba, akkor nyár közepén lesz az IOF, az is egy fő cél, és év vége felé, meg lehet, hogy megyek Jugendtúra, hogyha a csapatomnak sikerül benevezni. A bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok, az IOF, az ifiknek a legnagyobb világversenye lesz az idén Azerbajdzsánban, sok sportágban. És az osztrák Jugendtúr is mindig egy komoly értékmérő verseny, amelyen a közelebbi és a távolabbi múltban több ismerté vált magyar kerékpáros is részt vett. Mészáros Bence a kvalitások adottságok alapján egy sokoldalú versenyzőnek mondható, aki nem egy valamiben emelkedik ki, hanem mindenben, ahogy mondani szokás, a hegyen, az időfutamban, a sprintben, otthon van. Ritka az a jóval szebb napokat is megélt Fekete Gólyák NB1B-s női kézilabda csapat házatáján a mostani szezonban, hogy nyerjen a csapat, és a játék is összeálljon, valamint a közönség is jól szórakozzon. A bentmaradás szempontjából a legfontosabb mérkőzésen mindhárom dolog összejött a szekszárdiaknak. A még hátralévő 4 mérkőzés közül ez volt a legnehezebb és egyben a legfontosabb a Fekete Gólyák KC számára. Itthon legyőzni a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia kiválasztott ifi és junior tehetségekből álló csapatát, mert ebben az esetben már egy kicsit fellélegezhetne a nehéz helyzetben levő Fekete Gólyák KC, amely éppen a kieső helyen áll az NB1B-ben, és nagyon méltatlan lenne, ha a végelszámolásnál ott is maradna. A múlt heti vereség után sehogy máshogy nem állhattunk hozzá, mint hogy ezt a meccset meg kell nyernünk. Múlt héten nem sokon múlott a győzelem, viszont ahhoz, hogy még a saját sorsunk kovácsai lehessünk, ahhoz mindenképpen be kellett húzni, és én úgy gondolom, hogy mindenki úgy állt fel a pályára, hogy ezt a meccset ma meg kell nyerni. Az ellenfél, a 6. helyen álló Dunaújváros is így állt hozzá, a lehető legerősebb összeállításban léptek pályára, nagyon nyerni jöttek. De egy jó ideig mindez csak hiú ábránnak bizonyult, mert ennyire összpontosító, kemény védekezéssel már nagyon régen rukkolt elő a Gólyák csapata. A pirosmezes hazai alakulat középről és szélről egyaránt blokkolta, lassította az újvárosi rohamokat, helyzetnek nevezhető befejezésekhez,
Csak a szélről jutottak a fekete-fehérbe játszók, de ezek jelentős részét ártalmatlanította a rutinos kapus Shell Gabi. Szép lassan elhúzott 5 gólra a szekszárdi csapat. A fal előtti játékban Farkas Anita a rá jellemző dinamikával lőtte a nagy gólokat, de szép kombinatív játék után Nagy Szilvia, Genis Patricia páros kapcsolat végén az utóbbi a beállós is eredményes tudott lenni. Emellett igyekezett kihasználni a szekszárdi csapat a szélső Rejes Gabi gyorsaságát a lerohanásos szituációkban. 5 gólos előnyre tett szert a félidőben a tabajdi csapat. Igen, nagyon összeállt a védekezés, ezt a Feri el is mondta a félidőben, hogy ha ezt tartjuk, akkor meg lehet a meccs. Hát sajnos ugye a második félidő második felében azért elfáradtunk, voltak hibák, nagyon sok eladott labda volt, amiből ők könnyű gólokat lőttek. Pedig a folytatás álomszerűen indult szekszárdi szempontból. A DKK rutintalanságból több olyan ki nem kényszerített hibát is elkövetett, amit a gólyák azonnal büntettek. De hamar kiderült, nincs még meg ez a meccs, hiába mutatott időközben az eredményező 18-10-et is. Elkapkodott lövések, könnyelműen eladott labdák után kezdett zárkózni a Dunaújváros, amely még gyorsított is passzjátékán, és a kitűnő átlövő Koroncai középpen is talált már ekkor rést, hogy átlője a szekszárdi falat. 21-19-nél bizony felsziszent a lelátó népe, mert megint az Újváros jöhetett, de ezúttal ők is hibáztak, és kimaradt egy nagyon fontosnak tűnő szekszárdi büntető is. A következőt, a legfontosabbat talán, Fehér Tímea biztosan értékesítette kritikus pillanatban. Volt még bizony néhány patron a vendégek tárjában is, de Farkas Anita esztétikus, a rá jellemző, ráfutásos átlövés gólja döntőnek bizonyult. 23-21-re a gólyák nyerték a nagy mérkőzést. Ugyan még kieső helyen állnak, de ezzel az értékes győzelemmel a Dunaújvárosnál gyengébb ellenfelekkel szemben már a saját kezükben lehet a sorsuk. Melyik az az egy, vagy melyik az a kettő meccs, ami még meg lehet az idény szép tételével, kicsit kozmetikázva az idény? Hát a Doroggárdot mindenképpen meg kéne vernünk. A most mutatott játék egy stabil középcsapat ellen mindenképpen jó alap ehhez, és kellő önbizalmat adhat a játékosoknak. Meghívásos alapon rendezték azt a jótékonysági 3000-es labdarúgó tornát Gerjenben, amelyre 8 csapat nevezett. Az első alkalommal szervezett sportesemény nagy sikerrel ért véget, hiszen több mint 650 000 forintot adtak át a szervezők Harangi Ferencnek, a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztályvezető főorvosának. Azt gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy a csapatok egyenásra fociznak, hanem egy jó úgy értelemben a csapatok egy nagy csapattá válnak, majdnem azt mondanám, hogy egy nagy családdá, egy közös cél érdekében. Romhányi Károly Gerjen polgármestere és az elszármazottak a Vidékért Egyesület szervezésében került megrendezésre a gerjeni jótékonysági 3000-es labdarúgó torna. A polgármester a közelmúltban fiával a szekszárdi gyermekosztályon járt, és ekkor fogalmazódott meg benne az adománygyűjtés gondolata. Gerjen a szervezés során a jótékonysági célon túl fontosnak tartotta, hogy közösségformáló ereje is legyen az eseménynek. Gyakorlatilag ugye a meghívás az alapvetően inkább azt mondja, hogy ilyen atomenergetikai szegmensből érdemes, hiszen a Paksi Atomerőműnek az öreg fiúk csapata, bár így elnéztem egy-két játékost, az öreg fiúknak nem nevezném őket, mert fölveszik velünk a verseny bőven, én azt gondolom. A Paks 2-től, illetve a Rosszatom részéről jöttek el egy nagyobb delegációval, úgyhogy én azt gondolom tapasztalatcserére is lehetőség nyílik itt a reggel folyamán. Én nagyon örülök, hogy vezetők közül is szép számmal jöttek el, ez meg azt gondolom, hogy ránk nézve nagyon hízelgő volt, hogy ezt a rendezvényt meglátogatták. Én tényleg abba bízom, hogy most egy közös sportélménnyel, hogyha jövő héten, két hét múlva, három hét múlva leülnek egy asztalhoz, akkor egy jót mosolyognak, hogy adott esetben a vizes füvön ki mekkorát csúszott el, vagy ki mekkora gólt rúgott. És én tényleg látom azt, hogy ölelkező embereket, mindenki boldog. Tehát én nagyon bízom benne, hogy egy közösség formálőre is lesz. Összesen 8 csapat futballozott a jó ügy érdekében, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Tolna megyei önkormányzat, a településvezetők, a vállalkozók, a Paksi Atomerőmű, a Paks 2 és a Rosszatom leányvállalata az ASEA-t pályára. Orosz emberek amúgy is nagyon szeretik a sportot, a hokit, focit. Nem volt nehéz összeszedni a csapatot, mert a kezdeményezés miatt mindenki
lelkesen támogatta ezt a kezdeményezést. Mi a csapatban 8-an jöttünk össze, 6 plusz 2 cserével, kiváló minden. A résztvevők az első hívószóra jelezték támogatásukat, hiszen mindannyiuk számára fontos a gyermekek sorsa. Én úgy gondolom, hogy minden cégnek, aki valamilyen társadalmi felelősségvállalásban is gondolkodik, kötelessége, hogy az ilyen programokon részt vegyen. És hát nyilvánvaló, hogy ahogy a Paksi Atomerőmű itt az elmúlt 30 évben ezt maximálisan és szerintem nagyon jól teljesítette, mi is elindulunk ezen az úton, Paks 2. A gyermekeket légvár és kézműves foglalkozás várta, a nézőket pedig az Orosz Kulturális Központ gyermekcsapatának műsora szórakoztatta. A rendezvény zárásakor minden csapat megkapta oklevelét, és átadták a több mint 650 ezer forintos adományt. Hát nagyon nagy örömmel fogadtuk, mert sportról van szó, a gyerek ellátás érdekében. Ugye a sport az egészség megőrzés, meg a gyógyulás elősegítése szempontjából is nagyon fontos. Harangi Ferenc, a szekszárdi gyermekosztály osztályvezető főorvosa, az átadást követően elmondta, hálás az osztály a lehetőségnek, és a legjobb módon fogják felhasználni ezt az összeget. Teltházas, barátságos mérkőzést játszottak a PSN ZRT utánpótlás csapatai a PVSK meccsek fűszért OB1-es játékosai ellen. A gála meccsen a pécsi vízilabdázás valamennyi korosztálya vízbe ugrott egy negyed erejéig. A gyerekek már nagyon készültek a felnőttek elleni összecsapásra. Az OB1-es gárda ellen negyedenként cserélve minden korosztály játszott. Nagyon szeretnénk megnyerni. És hát ez, örülünk, hogy ez egy játékos edzés lesz, hát mert eddig úsztunk le többször, de most ez egy jó edzés lesz, úgy gondolom, és nagyon szeretnénk nyerni. Nem tartotok a nagyoktól? Nem, örülünk neki. Vannak-e neked példaképeid itt a pécsi csapatban? A Krizsán András. Krizsán András 9 évesen kezdett vízilabdázni a bátyját követve, és mint mondja, azért választotta ő is ezt a sportágat, hogy a szüleiknek egyszerűbb dolga legyen. Azóta már az OB1-es csapatjátékosa. Igazából csak azt várjuk, hogy jól érezzük magunkat egy kicsit, nekünk is egy kis kikapcsolódás, a lángó hajtás közepette, hát is a gyerekeknek szeretnénk egy élményt okozni. Soknak én is az edzője voltam, meg vagyok is, én jól ismerem őket, hát remélem jól fogják magunkat érezni. De a felnőttek vajon hogyan készültek a fiatalok elleni találkozóra? Végig teljes szoros emberfogás, senkit nem hagyunk élni, és amennyire csak tudjuk, elverjük őket. Ez mindig ez a célunk. A szervezők a gála mérkőzéssel a családias légkörre, a szoros és jó kapcsolatra hívták fel a figyelmet. 4 éve vízilabdázom, korábban úsztam, és kiszerettem volna próbálni valami újat, és hát erre esett a választásom. A felnőtt csapat ellen fogunk játszani, már vártuk régóta, amikor bejelentették ezt nekünk, és hát nyerni szeretnénk. Nincs különösebb taktikánk, de belemegyünk keményen, és mindent beleadunk. A remek kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek legnagyobb örömére példaképeikkel mérhették összetudásukat. Én nagyon várom, remélem, hogy megszivatjuk őket rendesen, és hát készültünk tegnap, 2 kapusztunk egyet, és igen. Nem tartotok most a felnőttektől, hogy nagyon erősek lesznek? Nem, egyáltalán nem. Lukács Gergely az OB1-es csapat vezetőedzője, a junior válogatott másodedzőjeként is komoly feladatokat lát el. Most is örömmel vállalta el, hogy segíti a felnőtteket a fiatalok elleni gála meccsen. Mivel hogy Török Viktor és Surányi Laci kollégám játékvezetői minőségben vesznek részt, ezért muszáj volt valami nagy szaktekintélyt leigazolnom magam mellé, úgyhogy a kislányom Annuska lesz az, aki segíteni fog nekem, ellátja a taktikai tanáccsal apát is, illetve a játékosokat is, hát reméljük, hogy ezzel meg tudjuk nyerni ezt a mai meccset. Rengeteget videóztunk, sokkal többet, mint egy OB1-es mérkőzésre, hiszen egy nagyon jó felkészített fiatal csapatról van szó. Természetesen igyekszünk komolyan venni a mérkőzést, úgyhogy hát meglátjuk, győzzön a Jobbik a mai mérkőzésen. Hát a legfontosabb dolog az, hogy élményt adjunk a nálunk sportoló gyerekeknek. Abszolút őróluk szól ez a mai nap. Azokkal a felnőtt OB1-es játékosok ellen fognak játszani, akiknek itt hétről hétre jönnek szurkolni, akikkel párhuzamosan edzenek. Remélem, hogy tényleg egy olyan igazi sportélményt fogunk tudni adni ezeknek a fiúknak,
amikre majd azért emlékezni fognak, és hogyha hát én azt gondolom, hogy nem lehet az, hogy ez ne sikerülne jól, akár tradíciót is teremtettünk ebből a programból. A PSN ZRT sportiskola utánpótláskorú pólósainak nem más adott jó tanácsokat a medence partjáról, mint a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila. Itt vannak a reménységeink, a mindeneink, a Pécs büszkeségei, és ez a legfontosabb, hogy érezzék a fiatalok azt, hogy igenis a felnőtt csapatban egyszer majd játszhatnak, nagyon készültek rá. Remélem, hogy a Gergőnek a segítsége az nem okoz problémát, hiszen lehet, hogy ők többet tudnak taktikailag ketten, de a viccet véletéve mindenféleképpen ez nagy öröm számunkra, hiszen mi úgy kezdtük el a vízilabdának az építkezését, hogy hazai nevelésű és pécsi nevelésű fiatalokat szeretnénk beépíteni az OB1-es csapatba. Ez azért megtörtént, hiszen a Komjádi Kupa győztes csapatunkból majdnem a 90%-a az a OB1-es csapatba játszik, és nagyon komoly győzelmek vannak a fiúk mögött, nagyon jó a pozíciónk a bajnoki csatározásokban, és hát nem régen Montenegróban azért az U15-ös válogatottnak a csapatkapitánya is pécsi volt. A PSN ZRT vízilabdázói és a PVSK meccsek fűszért felnőtt pólósai ezzel a mérkőzéssel életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak. A gála meccset telt ház előtt játszották a csapatok. A teremtornák után már szabadtéren is megkezdődtek a kispályás labdarúgó diákolimpiai küzdelmek. A pécsi körzet általános iskolás csapatai a PMFC stadion műfüves pályáján mérik összetudásukat. A pécsi fordulókon a Kozármislenyi és a pécsváradi győztesek is pályára lépnek. Ebből a körzetből korcsoportonként az első két helyezett csapat jutott a megyei döntőre. Javában zajlanak a kispályás labdarúgó diákolimpia küzdelmei. A tornát első korcsoporttól a negyedik korcsoportig az általános iskolás csapatoknak rendezik. A városi döntőre a selejtezők győztesei jutottak. Legelőször a második korcsoportban dőlt el a megyei döntőre továbbjutás sorsa. A négy csapat összesen 6 mérkőzést játszott. A mezőnyből a Kozármislenny és a PTE gyakorló emelkedett ki. Mi nagyon jó meccseket játszottunk, és nehezeket. Én meg voltam elégedve a csapattal, és még kicsit kéne változtatni, hogy mindenkiben több legyen a tűz, mert döntőben nem lesz egyszerű, és azt is meg kéne nyernünk, mert úgy leszünk első. Igazából mindenki máshol focizik, de legtöbben összeszokottak vagyunk, és tudunk együtt játszani. Igazából csapat védekezése nem olyan hű, de jó. Igazából szerintem azon kéne megváltoztatni, hogy az embereket ne adjuk a hátunk mögött, mert ha jön egy nagyobb ember nálunk, és őt meg tudják játszani, akkor hát könnyen gólt tudnak belőle szerezni, de amúgy semmi különös nincsen, ami így rossz lenne szerintem. Ez azért fontos hozzátenni, de szerintem ezt nagyon akarjuk, akkor be tudjuk húzni ezt az utolsó meccset is. Az utolsó találkozónak már nem volt nagy tétje, hiszen eredménytől függetlenül mindkét csapat, azaz a Kozármislenny és a PTE gyakorló is továbbjutott a megyei döntőre. Nagyon jók voltak a meccsek, jó izgalmas meccseket játszottunk, és hát én is ugyanazt tudom elmondani, hogy ha jött egy nagyobb ember, akkor megijedtünk, és abból elég gyakran kaptunk gólt. Mit vársz a döntőtől? Hát én azt várom, hogy jó, izgalmas legyen, és hogy természetesen megnyerjük. Szerintem ahhoz képest, hogy ilyen nem együtt játszunk csapatokban, ahhoz képest szerintem nagyon, nagyon jól játszottunk, és összhangban voltunk teljesen. Hány meccset kellett játszani? Eddig kettőt. De még fogunk egyet játszani. Eddig hogy sikerültek? Hát az elsőt azt 2-0-ra, a harmadikat pedig 3-1-re nyertük meg. Most mit vártok ettől a meccsről? Ez nehéz lesz? Hát igen. Ugyanúgy koncentrálunk, mint az eddigben, és hát próbálunk ugyanúgy játszani. Szerinted mit kéne változtatni még a csapatban? Hát, hogy mindenki támadjon és védekezzen, és jobban helyezkedjünk. A kispályás labdarúgás nagyon népszerű az iskolák között, így mindig színvonalas mérkőzések zajlanak, már körzeti szinten is. Ugye a labdarúgás általában népszerű, hála Istennek elég sok csapat indult idén is. Az kétségtelen azért, hogy vannak olyan korosztályok, ahol kicsit kevesebb az indulók száma, ilyen a legkisebbeké, az első korcsoporté, és a
A negyedik korcsoport az egy kicsit még ilyen foghíjas, ott pedig az az ok, hogy a szabályok nem engedik a NB-vel igazolt gyerekeknek a játékot. Tehát ők nem vehetnek részt benne, és így azért több suli azért nem mindig csapatot, mert a legjobbjait nélkülöznie kell. Az utolsó mérkőzést a PTE gyakorló 3-1 arányban nyerte a Kozár Misleny ellen, de mindkét csapatot lesz a megyei döntőn, sőt, a szakember szerint akár az ország legjobbjai között is. Hát én nagyon bízom benne, hogy igen, akár a Kozár Misleny, akár a gyakorló, mind a kettő jó csapat, és abban is bízom, az előző évek feljogosítanak bennünket arra, hogy bízunk abban, hogy ott is szép eredményt érnek el, hiszen hát nem egy alkalommal fordult elő, hogy diák olimpiai bajnoki címet is nyertek. A megyei döntő 8-as mezőnye a 6 körzet győzteseiből és a rendező, valamint egy választott körzet második helyezettjéből áll majd. A megyei forduló április 29-én és 30-án lesz. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, áldott ünnepeket kívánunk, viszontlátásra!